ön szerint mi a legfontosabb a Petőfi és a Körösi programmal kapcsolatban? Mi az, amiért igazán hasznosak ezek a programok? Én azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy viszünk egy kis reményt az anyaországból a Kárpát-medencei szorványba, és erősítjük a kapcsolatokat a nyugati diaszpórával, hogy meg tudjanak maradni magyarnak, meg tudjanak maradni annak, aminek születtek. A legszínesebb helyzetek várják az ösztöndíjasokat, hiszen nyugaton sokszor már a nyelvvesztés stádiumában lévő magyar közösségeket kell erősíteni, és időnként a legeldugottabb és legszegényebb magyar szorvány közösségeket kell szintén lélekben megerősíteni és közösséget szervezni. Én azt hiszem, hogy ez a legfontosabb üzenet a két programban. Mivel tudják emelni a magyarságtudatot a két programban, tehát milyen eszközök vannak erre? Én azt hiszem, hogy a 21. században, amikor a lelki és öntudati kérdéseken túl az érdekek vezérlik az emberek mindennapjait, akkor a legfontosabb támogató tény az az, hogy Magyarország az anyaország folyamatosan erősödik, és egyre többet törődik a határokon kívül maradt magyar közösségekkel, legyenek ezek diaszpóra vagy éppen szorvány közösségek. Tehát a legfontosabb közösségi élmény erősítő tény az az, hogy a magyar kormányzat az alkotmányában foglalt kötelezettségét végig gondolva és megszervezve folyamatosan erősíti a határon túli magyar közösségeket azért, hogy a 15 millió világban szétszórt magyarságból egy nemzeti közösséget lehessen szervezni. És ön hogy látja, hogy mekkora fejlődést mutat ez a program így az elmúlt évek tapasztalatai szerint? Én azt hiszem, hogy egy több év óta futó programban az természetes, hogy professzionalizálódik egyrészt, és egyre inkább konceptualizáltabbá szerveződnek a programok. Tehát ma már nem csak magyar nyelvoktatás, nem csak új cserkész vagy új néptánc csoportok szervezéséről van szó, hanem az ott előállított eredmények is egyre inkább megközelítik azt, amit szeretnénk látni, hogy egy jól szervezett és egy megerősödött magyar közösség működjön ott, ahol az ösztöndíjasaink kikerülnek. És hogyha egy személyes meglátása lenne erről az egész programon, ön mit kedvel az egészben a legjobban? Én legjobban az ösztöndíjasok hazaküldött híreiből szoktam mazsolázni. Éppen a legutóbb az fogott meg, hogy Kassán, ahol egy Uruguayban született magyar, csak 14 éves korában megtanuló ösztöndíjas teljesít még éppen az utolsó heteiben szolgálatot. Vendégül láttak dél-amerikai néptánc csoportokat, köztük az argentinai Chaco tartományból. Tudni kell, hogy ez már egy nyelvvesztés stádiumában lévő magyar közösség volt, mielőtt 5 esztendővel ezelőtt rájuk talált egy argentinai körösi ösztöndíjas. Nem csak magyarul tanultak meg a tények alapján, hanem most már néptánc csoportot működtetnek, amelyek felvidéken, az emblematikus Kárpát-medencei magyar közösségben, Kassán, egy erőteljesen nagyvárosi szorványban fel tudták mutatni a magyar értékeket Argentínából hazózva Kárpát-medencébe.